Mezőkövesden vagyunk, a vállalkozói találkozón. Az államtitkár urat kérdezem arról, hogy melyek a képzés céljai, illetve hozadékai, illetve hogy ez az egész képzés hogyan illik bele a nemzetpolitikai célokba. Negyedik alkalommal rendezzük meg Mezőkövesden ezt a találkozót. Ez Kárpát-medencei szintű, közel 200 fiatal magyar vállalkozót, mikro- és kisvállalkozót hívtunk meg a magyarok által lakott Kárpát-medencei régiókból. Fontos ezt a kapcsolatrendszert építeni és megőrizni, annak érdekében, hogy egységes Kárpát-medencei térről tudjunk beszélni. Az elmúlt néhány évben 2 milliárd forinttal közel 500 vállalkozót tudtunk támogatni, de nem csak a támogatások miatt érdekesek mondjuk ezek a továbbképzések is, hanem körülbelül ezes nagyságrendben szólítottuk meg a magyar vállalkozókat. Különböző tematikus éveink voltak, hiszen a fiatal vállalkozók, családi vállalkozók éve mellett a szakképzést is tudtuk támogatni, a fejlesztést. Tehát most már mondhatjuk azt, hogy egy olyan kapcsolati rendszernek vagyunk a gazdái, amely összehozza a vállalkozókat is, az erdélyeket, a Lendva környékieket, a vajdaságiakat, akár a kárpátaljaiakkal, és azt látjuk, hogy egyre inkább a személyes kapcsolatokon keresztül a gazdasági kapcsolatok is épülnek a magyar-magyar nemzetrészek között. Mire lehet számítani a jövőben? Milyen lépéseket tesz az államtitkárság, illetve milyen pályázatok nyílnak majd a külhoni vállalkozók részére? Az idei évben a külhoni magyar gyerekek éve tematikus programot valósítjuk meg. Ennek is egy nagyon fontos célja az, hogy azokat a vállalkozásokat tudjuk megerősíteni, akik a gyerekekre is gondolnak, illetve azokra a családokra, ahol gyerekeket nevelnek, és őket is valamilyen módon támogatják. Ilyen pályázatot írtunk ki a tavasszal, ennek az elbírálása jelenleg zajlik, jövő hónapban tudunk majd eredményekről beszámolni, és a következő években is hasonló módon fogunk gondolkozni. A nagy gazdaságfejlesztési programokat, projekteket a külgazdaság és külügyminisztériumon keresztül valósítja meg a magyar kormány, illetve a határon túli magyarság, de ezeket a kisebb programokat, ami azért, ha 2 milliárd forintra gondolunk az elmúlt időszakban, azért az sem olyan nagyon kicsi támogatás, de ezeket mi valósítjuk meg a miniszterelnökségen keresztül. A következő találkozó mikor lehet és hol? Valószínűleg ilyen nagy találkozó majd a jövő évben lesz nagyjából ebben az időpontban, de éves szinten több hasonló kisebb rendezvényünk lesz, és még ebben az időszakban, vagy ebben az évben is. Nagyon szépen köszönjük az államtitkár úrnak. Pannonér TV-t Mezőkövesdről Scheller Endre tudósította.